Kedves taktársaim, tisztelt vendégeink, kicsit több mint egy éve indultunk el, szintén itt Ásotthalmon. Amikor akkor idefelé tartottunk az autóban, akkor még nem tudtuk, hogy szalonnát sütni jövünk, vagy párt leszünk. Aztán aznap estére kiderült, hogy párt leszünk. Most egy év elteltével úgy térhettünk vissza, hogy párt vagyunk, nem is akármilyen párt. Magyarország leghitelesebb politikai erejévé vált ez a közösség mindössze egyetlen év alatt. Az elnökség munkájában Torockai László elnök helyetteseként veszek részt, és ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy életemben tüntettem annyit a román követség előtt, mint az elmúlt egy évben, hogy legalább ennyi rám ragadt az elnök úr tevékenységéből. De amiről szeretnék beszélni nektek, az az országgyűlési munkánknak a bemutatása, illetve arról egy beszámoló, illetve azok az elvek, azok az alapvetések, amelyek mentén egyedülálló a mi hazánk, nem csak a teljes közéletben, hanem a Magyar Országgyűlésben is. És szeretnék nektek konkrétan köszönetet mondani azokért az akciókért, azokért a javaslatokért, amelyeket nektek köszönhetően rátok támaszkodva tudtunk az országgyűlésben képviselni. Az európai parlamenti választásokon megelőztünk olyan pártokat, amelyek frakcióval rendelkeznek az országgyűlésben. Ez óriási eredmény, és az, hogy nekünk 4 képviselőnk van, az nem egy lebecsülendő dolog, hanem sokkal inkább egy olyan erőforrás, amelyre bizton támaszkodhat a mozgalmunk. Vannak ugye 5, sőt 6 fős, 8 fős frakciók is az országgyűlésben, ehhez képest a mi 4 fős képviselői csoportunk jelentős erőnek mondható. Megjegyzem, hogy amikor csatlakozott hozzám a 3 újonnan érkezett képviselő, akkor a Jobbik rögtön azzal a hamis váddal illetett engem, hogy már meg is kezdtem Kövér Lászlóval a tárgyalásokat a frakció alapításról, majd ez egy év után kiderült, hogy nem történt meg. A Jobbiktól a bocsánatkérés ezért a hazudozásért is elmaradt. Azért is nagy dolog, hogy sikerült legyőznünk az európai parlamenti választásokon például az LMP-t, mert a költségvetésük a frakcióval rendelkező pártoknak sokszorosa annak, mint amit mi független képviselőkként magunk mögött tudhatunk. Ugyanakkor szeretnélek benneteket biztosítani arról, hogy amennyire csak a jogszabályok és a hivatal engedi, a forrásainkat mind mozgalmi célra igyekszünk felhasználni, és én kezdettől fogva ezt a szempontot tartom szem előtt, hogy minél inkább ezt a közösséget, ezt a pártot tudjam segíteni anyagilag is ezekből a forrásokból. Mert nélkületek az országgyűlési képviselőink munkája is értelmét veszti. Egy alulról szerveződő mozgalom esetében minden egyes pillanatban fontos szem előtt tartani, hogy ennek a mozgalomnak van parlamenti képviselete, és nem a parlamenti képviselőknek van mozgalmuk. Ezzel a szemlélettel igyekszünk a munkánkat végezni a hétköznapok során is, és ez az, amiből biztosítatlak benneteket, hogy a későbbiek során sem fogunk egy lépésnyit sem engedni. Újonnan alakuló pártként a Mi Hazánk mozgalom számára fontos volt, hogy meghatározzuk a saját identitásunkat, megmutassuk a széles közvéleménynek, hogy mi az, ami miatt szükség van arra, hogy a Mi Hazánk mozgalom létezzen egyáltalán a magyar közéletben, miért nem elég Gyurcsány Ferenc vezetésével egyesült balliberális oldal, vagy a Fidesz urambátyám rendszer az embereknek. Ezt minden egyes pillanatban, a választási kampányok során is, és az előttünk álló önkormányzati választások során is fontos hangsúlyozni. Mert bár tudják az emberek, hogy a Jobbikból váltak ki a vezetőink, de azt, hogy mit szeretnénk csinálni, mit képviselünk, az nagyon sokszor még sajnos nem sikerült átvinnünk ilyen rövid idő alatt. Persze ez a politika természetéből is fakad, itt nem megfedni szerettem volna ezt a közösséget vagy a vezetőinket, ugyanakkor fontos, hogy a mindennapi munkánk során tisztában legyünk azzal, hogy bizony politikai léptékkel mérve az a 9-10 hónap, ami a Mi Hazánk mozgalom bejegyzése óta eltelt, az még rendkívül rövid idő. Ezt megtapasztalhattuk a hétköznapok során is, volt, amikor az ajánlásgyűjtés során
szembesültem azzal, hogy a budapesti Ferencvárosban, illetve Józsefvárosban, korábbi választókerületemben, illetve jelenleg is ott végzem az alapszervezeti munkát, még nagyon sokan ott is azt gondolták rólam, hogy a Jobbik politikusa vagyok, de ez elmondható elnök úrról is, Torockai Lászlót is még nagyon sokan a mai napig jobbikosként apostrofálják. Idő kell tehát ahhoz, hogy mindez az üzenet, mindez a program az emberek széles közvéleményéhez, mind a 10 millió csonkaországi magyarhoz, illetve a határon túli magyarokhoz is természetesen eljusson, ezért is van szükség továbbra is a kitartásotokra. Ennek a szempontnak a figyelembevétele vezérelt akkor, amikor javasoltam, hogy a Mi Hazánk az Egyetlen Párt elnevezésű kampányt indítsuk el, mint egy meghatározva az identitásunkat, és olyan programpontokat vállaljunk fel, amelyek semmelyik másik politikai közösségre nem jellemzőek Magyarországon. Azt látjuk, hogy hála Istennek bőven van ezekből, sőt, ezeknek a száma napról napra gyarapszik. Nem kell félnünk attól, hogy elvi álláspontot tudjunk képviselni az adott ügyekben. És ez is egy olyan természete a Mi Hazánknak, amelyben egyedülálló. Ez nem egy programpont, nem egy megfogható szórólapra tehető jelszó, ugyanakkor nagyon fontos politikai attitűd, politikai viselkedésmód. Mi minden egyes javaslatnál az országgyűlésben is kizárólag azt nézzük, hogy annak a tartalma jó-e a nemzetnek, vagy nem jó a nemzetnek. Nem azt nézzük, hogy ki nyújtja be a javaslatot, és az alapján ész nélkül, vizsgálat nélkül leszavazzuk, hanem minden olyan intézkedést, amely a magyar emberek gyarapodását szolgálja, azt támogatjuk, ami pedig a magyar emberek ellenére van, az ellen kőkeményen fellépünk, ha kell parlamenti eszközökkel, ha kell az utcán is. Mert számunkra egyetlen dolog a fontos. Csak a nemzet. Ez az a vezérfonal, ami az országgyűlési munkánk során is vezérli a mi kezünket, akkor is, hogyha a balliberális demagógiákról van szó, akkor is, hogyha a Fidesz farizeus politikájáról van szó, vagy éppen ellenzékiként, egyedüliként tudunk örülni, hogyha valami olyan intézkedést hoz a kormányzat, amely előrelépést jelent a magyar emberek számára. Nem kell félnünk egyetérteni a Fidesszel, nem kell félnünk attól sem, hogyha adott esetben az utcára kell vonulnunk a kormányzat egyes intézkedései miatt. Erre remek példa volt a túlóra törvény elleni ország, az ország több pontján veletek együtt közösen megvalósított demonstrációnk, amikor igenis megmutattuk, hogy olyan intézkedést hozott a Fidesz, amelyet a józan magyar emberek, a normális magyar emberek elleneznek. Mert ismételten a magyar munkavállalóknak, a multinacionális cégek érdekeinek történő kiszolgáltatása történt meg. Ezt nem támogatjuk. De amikor például a családokat pozitívan érintő intézkedés van, akkor bátran megmerjük nyomni az igen gombot. Sőt, nem félünk elvi álláspontot képviselni a mentelmi jog kérdésében is. Hiszen most már tegnap óta elmondható, hogy a Mi Hazánk mozgalom az egyetlen párt, amely eltörölné a mentelmi jogot. Most történt meg ugyanis először az, hogy politikai alapon a jobbikosok, Demeter Márta esetében a mentelmi jog fenntartása mellett szavaztak. Eddig ilyen nem fordult elő, tehát ez a programpont is most már olyan, amelyet kizárólagosan a Mi Hazánk mozgalom képvisel, és e tekintetben is mi visszük tovább azt a zászlót, amelyet a mozgalmi munkának köszönhetően régen a Jobbik is képviselt az országgyűlésben. Nem engedünk sem Gyurcsány, sem Orbán nyomásának az országgyűlésben sem. Nem fogunk politikai szövetséget kötni azokkal, akik ellen a mi közéleti szerepvállalásunk egyáltalán létrejött. Kizárólag az értékalapú együttműködés jöhet szóba, és ennek szellemében tudjuk most is itt köszönteni az FKGP, illetve a MIÉP elnökét, ennek szellemében hoztuk létre azt a nemzeti összefogást, amely alternatívája lesz mind a Fidesz urambátyám rendszerének, mind a Gyurcsány Ferenc vezetésével egyesült balliberális pártoknak.
Hiába ajvékolnak, a Mi Hazánk mozgalom nem adja fel azt az álláspontját, amely szintén egyedülálló a közéletben, hogy életpárti módon politizálunk. Mi vagyunk az egyetlenek, akik életpárti politikát folytatnak, és a balliberális oldal nemzetpusztítása mellett, és a Fidesz farizeus csak szavakban életpárti politikája mellett mi valóban szembe merünk menni a demográfiai helyzetünkből kifolyólag is, azzal az abortusz szemlélettel, azzal a törvénnyel, amely jelenleg Magyarországon hatályos. De mi vagyunk az egyetlenek, akik bele tudunk abba az egyébként európai tendenciába is illeszkedni, amely például a burka betiltását indítványozta, amelyet Torockai László elnök úr itt Ásotthalmon megpróbált, ugyanakkor a kúria döntése alapján ezt törvényi szinten kellene szabályozni, ezért törvényi szinten igyekeztünk szabályozni. Itt is a Fidesz farizeus politikája mutatkozott meg, bár a bizottságban támogatták, azóta sem hajlandók napirendre venni ezt a kérdést. De nem remeg meg a kezünk akkor sem, hogyha a balliberálisok valamilyen jól hangzó demagóg javaslatot fogalmaznak meg, de az valójában nem a nemzetünk gyarapodását szolgálja. A Mi Hazánk mozgalom kizárólag a felelős gyermekvállalást tudja támogatni, és mi vagyunk az egyetlen párt, amely minden családtámogatást a harmadik gyermektől a munkához kötne. Hiába nyújtja be ezerszer a balliberális tömb a DK-tól a Jobbikig azt, hogy a mindenféle feltétel nélküli, például családi pótlékban leledző támogatásokat növeljük, mi ezeket nem fogjuk támogatni. Mert ez valójában nem szolgálja a magyar nemzetnek a javát. Azt szolgálja, ha olyan családokban születnek meg a gyermekek, akik gondoskodnak róluk, és a szülővé válás nem egy biológiai tényt jelent számukra, hanem egy életre szóló felelősségvállalást. Mert szülőnek lenni elsősorban nem biológiai adottságokat jelent, szülőnek lenni, apának és anyának lenni, ennél sokkal többet jelent. Gondoskodást jelent, törődést jelent, felelősséget jelent, és természetesen a magyar nemzet gyarapodását jelenti. Mi azokat a javaslatokat tudjuk támogatni, és ilyeneket tudunk kezdeményezni, amelyekben ez a fajta felelősség szintén megjelenik. Mert számunkra nem a demagógia fontos, hanem az, hogy a magyarság gyarapodjon. Több alkalommal sikerült rákényszeríteni így négyünknek a saját akaratunkat az egész országgyűlésre, és itt erre remek példa az, ami az Uszvölgyi katonatemetőben történt agresszió elítélésével kapcsolatos. Egy szombati sajtótájékoztatón bejelentettem, hogy kezdeményezem a Magyar Országgyűlésben azt, hogy az országgyűlés egy határozatban ítélje el ezt az agressziót, ítélje el azokat, akik ebben részt vesznek, és biztosítsa szolidaritásáról az határon túli magyar közösségeket. Mit gondoltok, két nap múlva mi jutott Gyöngyösi Mártonnak eszébe? Az jutott eszébe, hogy az országgyűlés határozati javaslatban ítélje el az agressziót, és biztosítsa szolidaritásáról a magyar nemzeti közösségeket. Csak van egy nagyon fontos különbség, túl azon, hogy ellopták az ötletünket természetesen, a két indítvány között. Én nem Gyurcsány Ferenccel karöltve nyújtottam ezt be. Számomra az a balliberális oldal, amely mind kormányon, mind ellenzékben ezerszer elárulta a határon túli magyarokat, ilyen ügyekben nem lehet politikai együttműködő partner. Számomra egy olyan beadvány nem hiteles a határon túli magyarok ügyében, amelynek alján ott szerepel Gyurcsány Ferenc és pártjának neve. Mert nem gondolom, hogy az a politika, amit a balliberális oldal képvisel, az üdvözítő lenne a határon túli magyarok számára. Ezért semmilyen ügyben, sem más politikai ügyekben az együttműködés részünkről a DK-val, az MSZP-vel és a csatlós szervezeteivel kizárt. És ismételten megmutatkozott egy nagyon éles különbség a Jobbik politikája és a mi politikánk között.
Nekünk nincs szükségünk a balliberálisokra. Sőt, mivel a hazánk ellenségének tekintjük őket, küzdünk az ő értékrendjük és az ő hatalmuk ellen. Ez is egy küldetése a mi hazánknak egyébként, hogy sikerült a balliberális oldalt is, és a kormányt is részben meghátrálásra kényszerítenünk az uszvölgyi agresszió ügyében, hiszen Szijjártó Péter először el akarta fogadni azt a román ultimátumot kvázi, amelyet elsőként megfogalmaztak ugye a románok, majd a Nemzeti Radikális Közösségnek a tiltakozása hatására is visszakozott a külügyminiszter, és mondta azt, hogy nem, mégsem támogatható számukra semmi, csak az eredeti állapotnak a helyreállítása. Ehhez persze nem csak a parlamenti munkánkra volt szükség, hanem azokra a tüntetésekre is, amelyeket hol civil szervezésben, hol például a 64 vármegye szervezésében tartottunk a román nagykövetség előtt, vagy az a sajtótájékoztatónk is, amikor koporsót vittünk a román nagykövetség elé, és igyekeztünk velük megértetni, hogy a halott katona nem ellenség. Nagyon fontos hangsúlyozni azt is, hogy az országgyűlési munka során elsősorban rátok támaszkodunk. Nagyon sok olyan kezdeményezés érkezett, amely konkrétan is nektek köszönhető, amelyért közvetlenül is nektek kell köszönetet mondanom. Az egyik ilyen, bár egy kicsit talán negatív, hogy a Facebook vizsgálóbizottságunk felállításához rengeteg muníciót szolgáltattatok. Nagyon sokatoktól kaptunk olyan jelzéseket, hogy letiltottak érthetetlen módon, indoklás nélkül, egészen elképesztő döntéseket, önellentmondásba keveredő döntéseket hozva a Facebook nagyon sokatokat letiltotta. Itt azért szeretnék köszönetet mondani, mert ezt is eltűrtétek, ezt is türelemmel, fegyelmezetten, igazi nemzeti radikálishoz méltó módon tudtátok viselni. De nektek köszönhetők azok a költségvetési módosító javaslatok, amelyeket be tudtunk nyújtani a magyar költségvetéshez, és itt egy új arcát tudta megmutatni a Mi Hazánk mozgalom. Ezekben a költségvetési módosítókban ugyanis értelmet nyert a lokálpatriotizmus. Olyan javaslatokat küldtetek nekünk, amelyek a saját lakókörnyezetetekből, a saját életetekből származnak, és ezzel, ezeknek a kommunikálásával meg tudtuk mutatni, hogy nem csak az összmagyarságért, nem csak az országunkért, hanem bizony a településünkért, a környezetünkben lakókért is felelősséget tudunk vállalni. Ez óriási fegyvertény lesz számotokra is az önkormányzati választást megelőzően, hiszen ezzel bizonyítjuk azt, hogy törődünk a lakókörnyezetünkkel, törődünk az emberekkel, a településünkkel, és elkötelezettek vagyunk azért, hogy az ő problémáikra felhívjuk a figyelmet, akár az országgyűlésben is, és megoldási javaslatokat fogalmazzunk meg ezekre vonatkozóan. Köszönet mindezért tehát nektek. Hogy a mozgalom és a országgyűlési képviselői csoport szimbiózisban éljen, és ezt a fajta nagyon szoros egységet megtartsuk, ezért egyik első dolgom volt, hogy az országgyűlésbe meghívjam minden megye legjobb ajánlás gyűjtőjét egy parlamenti körbevezetésre, illetve egy közös tanácskozásra, hogy ezen a módon is igyekezzünk megköszönni azt a munkát, amit a kampányba belefektettetek, meghallgassuk a véleményeteket, tapasztalataitokat, hogy közvetlenül is kapcsolatban legyünk egymással, illetve hasonló rendezvényt szerveztünk a megyei elnököknek is. Ezeknek a tapasztalatai nagyon fontosak voltak számunkra, és nagyon értékes véleményekkel gazdagodtunk. Egyúttal szeretném, hogyha ez hagyománnyá is válna az elnökség későbbi működésében, hogy ezeket a közvetlen találkozásokat meg tudjuk ejteni. Persze a közvetlen találkozásoknak az elsődleges terepe most az elmúlt egy évben talán kevésbé volt a parlament, hiszen egy választási kampány van mögöttünk, amelyben olyan véráldozatokat is kellett ugye meghoznunk, mint például Torockai Lászlónak a Facebook oldalának az elvesztése, amely azért hosszú távon rendkívül nagy érvágás az egész mozgalmunk és az egész pártunk életére nézve, ezzel szembe kell néznünk. De
hasonló cenzúrát kell elszenvednie ugye a Facebookon a Kurucinfo hírportálnak, vagy a legfrissebb áldozat, ugye, akit ezen a héten tiltottak le, a Sziva Balázs, aki szintén egészen elképesztő szembeszélben kell, hogy küzdjön a zenekarával, hiszen most már a Facebook is cenzúrázza, de ugye a rádiók is egy ilyen óriási nemzeti kormány idején nem játsszák a dalaikat. A közvetlen találkozások tehát fel fognak értékelődni a következő időszakban is, ahogyan azt érzékeltük az országjárás során is a választási kampányban. Alapel volt számomra is, és az elnökségünk minden tagja számára, hogy igyekezzünk minél több helyre eljutni, itt is leginkább Torockai Lászlót terheltük, aki a pártnak az elnöke, ő volt az, aki ebből az országjárásból is a legtöbb településre ellátogatott, és a leginkább kivette a részét, tehát az apró munkából sem igyekezett kivonni magát, hanem bizony, amikor oda kellett menni, és helyben segítve a ti kampányotokat is ott kellett lenni, akkor az elnökségi tagjaink is, és leginkább Torockai László ebből kivette a részét. Ez a későbbiekben is így lesz, tehát nyugodtan keressetek minket. Én magam az egyetlen egy meghívásnak sem, egyetlen meghívásra sem mondtam nemet az európai parlamenti választásokat megelőzően, ez a későbbiekben is természetesen így lesz. Szeretnék az országgyűlési munkával kapcsolatban név szerint is a képviselőink munkájáról beszámolni, hiszen bár egyszemélyes hadosztályként indultam el még egy évvel ezelőtt a parlamentben, független képviselőként, nagyon sokszor erőt adott az, hogy éreztem, hogy ott álltok mögöttem. Például amikor a badacsonyi gyilkosságról tartottam napirend utáni felszólalást az országgyűlésben, és a Jobbik frakciója fogta magát és kollektíve kivonult, kvázi egyedül maradtam szinte az egész ülésteremben, akkor is az adott nekem erőt, és az tartotta bennem a lelket, hogy a szemem előtt láttam, a lelki szemem előtt láttam, hogy hiába vonulnak ki a jobbikosok, ti ott vagytok mögöttem, és velem vagytok, közösen képviseljük ezt az ügyet. Ez a hétköznapok során is rendkívül fontos számomra személyesen is, de minden képviselőnk számára. Fülöp Erik volt az, aki jeleskedett a Mi Hazánk mozgalom zöld kabinetjének, a Zöld Hazánknak a megalapításában, és társelnökként részt vesz ennek az irányításában is. A szakmaiságot Erik politikai vezetése mellett társelnökként Cserekje Krisztina képviseli, köszönetet mondok neki szintén ezért, itt van körünkben is, és sok sikert kívánok a kabinetnek a későbbi munkájához is. Kiemelném a kiskörei akciójukat, amikor együtt is sikerült elutazniuk a helyszínre, és ezt követően Erik egy interpellációban is számon kérte a kormányzatot, a belügyminisztériumot, azért az elképesztő mennyiségű környezetszennyezésért, amit a Tiszának el kell szenvednie. De Erik volt a téma felelőse például a nemzeti összetartozás évéről szóló határozati javaslatnak is, illetve a vitaindítónkban megfogalmazott korrupcióellenes ügyészség témáját is ő vitte az országgyűlésben. Apáti István képviselőtársamat tudjuk köszönteni a körünkben is. Ő neki talán emlékezetes az az interpellációja, amelyet a versegi cigánybűnözés esetét követően intézett szintén a belügyminiszterhez. Ebből napirend utáni felszólalása is volt, ugye, amikor azt a nyilvánvaló ferdítést kérte számon, hogy bozótvágóval csoportosan megtámadni valakit nem lehet önvédelemből. Ezekre a visszásságokra is sikerült rávilágítanunk, de a rendvédelmi témák mellett István jeleskedik a mezőgazdaság területén megfogalmazott javaslatokban is. Éppen a héten volt a Független Kisgazdapárttal közös sajtótájékoztatója is, illetve egy felszólalása ennek kapcsán. Volner Jánossal közösen nyújtottuk be például a túlóra törvény eltörlésére vonatkozó javaslatunkat, illetve ő is felszólalt a költségvetés vitájában is. A pártunknak az eddigi legsikeresebb rendezvénye volt a Nemzeti Majális, amelyet a Hajógyári szigeten tudtunk megtartani, és ezen
volt az első olyan alkalom, amikor mind a négyen képviselőként már részt tudtunk ezen venni, egy képviselői kerekasztal beszélgetést is tudtunk tartani, amelyre majdnem annyian kíváncsiak voltak, mint Toroczkai László előadására, tehát jól teljesítettek a képviselőink e tekintetben is. De ez a rendezvény egyébként is rendkívül kiemelkedő volt, és a pártunk történetében nagyon nagy jelentősége volt, hiszen a legnagyobb erődemonstrációnkként tarthatjuk számon mind a mai napig. Itt mutatkozott meg ugyanis, és a sajtó számára is itt vált nyilvánvalóvá, hogy a nemzeti radikális tábor most már egyértelműen mögöttünk áll. Itt mutatkozott meg az, hogy azok a szimbolikus szereplők, akik a mi életünknek, a mi közéleti szerepvállalásunknak az elmúlt 10 évében mindenhol ott voltak, azok az ismerős arcok, azok itt voltak velünk, és nem a Jobbik teljesen üresen kongó majálisán voltak megtalálhatók. Fontosak az ilyen mérföldkövek, fontosak ezek a rendezvények, amelyek megerősítik azt a kemény magot, amelyre építkeznünk kell a későbbiek során is. És hát drága tagtársaim, nem csak a közéletben, hanem a magánéletben is szeretném megcselekedni azt, amit megkövetel a haza, és biztosan már mindannyian tudjátok, hogy hamarosan életet adok 4. gyermekemnek, akinek a születése éppen az önkormányzati választási kampánynak a véghajrájára fog esni. Így akkor néhány hétre a pártnak nélkülöznie kell az én munkámat is. De amint a kisfiam és én is újra megerősödünk, megígérem, hogy ismételten csatasorba fogok állni. És az ország... És az országgyűlésben is, a pártban is, és a mozgalomban is tenni fogom a kötelességemet. Köszönöm szépen nektek mindazt a munkát, amit elvégeztetek az elmúlt 1 évben, és sok sikert, kitartást, és leginkább győzelmeket kívánok nektek az önkormányzati választáson. Ez a mi hazánk, fel a győzelemre!